Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Az első rész az egy díjmentes rész, a második az nem díjmentes, de azok, akik először vesznek részt, azok betekinthetnek a második részben díjmentesen. Nyilván akkor, hogyha valakinek a társaságában nézik az előadást, most ugye a jelenlévők azok valakiknek a társaságában nézik. Úgyhogy ugye ez egy lehetőség arra, hogy az ember, aki érdeklődik, az lássa, hogy milyen nálunk egy tényleges képzés. Mert ugye az elsőben ugye nem képzések vannak, hanem információk, mert számomra mi a képzés? Tehát képzés számomra az, ahol az ember módszert is kap. Tehát módszer. Tehát nem elég, hogy azt mondják az embernek, hogy ó, de nem vagy jó itt az A-ban. Neked a B-ben kéne lenne. Most idézőjelben ez a AB. Tehát bármire lehet ezt mondani. Jó, de hát hogy jusson el az ember B-be? Ahhoz kell a módszer. Tehát általában ugye azt könnyű mondani, hogy ó, hát így nem vagy jó, ebben, meg abban, meg amabban, nem ilyennek kell lenni, hanem ilyennek, olyannak, amolyannak. Hát jó, de hogy legyek olyan? És ahhoz kellenek módszerek, illetve nem csak módszer kell, kell egy támogatás. Tehát támogatás nélkül elég nehéz haladni az életben. Na most, ha te kapsz közösségben olyan képzéseket, ahol módszer van, ahol támogatás van, rajtunk kívül találsz ilyet, akkor fogsz egy darabig keresgetni. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy máshol előadó tart egy előadást, és úgy boldogulnak a hallgatók, ahogy akarnak. Jó, ez nálunk nem így van. Évi, gyere be! Oké. Szóval nálunk kapnak az emberek támogatást is. Talán miben vagyunk még így mások, mint a többiek, hogy nem csak támogatást adunk, hanem ugye ez egy olyan közösség, ahol nem elvégeznek mondjuk egy tanfolyamot az emberek, mit tudom én, x idő alatt, mondjuk egy hétvége alatt, vagy egy nap alatt, vagy egy hónap alatt, vagy akár két év alatt, csak most mondtam valamennyit, hanem gondold végig, van, aki 29. éve tanul. Mondj még egy olyan iskolát, ahol bármilyen diák mondjuk 29 évet tanul. Érted? Tehát lényeg az, hogy különlegesek vagyunk, és igazából azért vagyunk, mert nem vagyunk elégedettek azzal, ami a világban van, és ami felé halad a világ. Ugyanis, ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a földön. Márpedig a legtöbb jó ember karba tett kézzel várja, hogy majd valaki helyette megoldja, akár az ő sorsát. Most gondold végig, mindenkinek a bolygón lenne annyi tudása, hogy az életének az irányítását a saját kezébe vegye, és abban tartsa, és boldogulna minden életterületén, akkor mennyivel jobb világunk lenne? Sokkal. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami jelenleg van a világban? Ezt tegye fel a kezét.
Oké, köszönöm. És azzal ki nem elégedett, aki tehát azzal ki nem elégedett, hogy merre felé tart a világ, tehát ami felé tart. Tehát gondold végig, ja igen, nem mondtam, hogy tegeződve tartunk mindig képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül, úgyhogy mondhatom azt, hogy általános tegeződés rendelek-e, aki még esetleg nem tegeződne. Hát miért? Mert magától nem mennek a dolgok, hanem tőled mennek, tudod. Tehát lényeg az, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, ami felé a világ tart, mert van egy általános szabály. Gondold végig, bármire. Ki az, akinek már volt valamilyen állata? Tegye fel a kezét. Jó, nem a szomszédra gondoltam. Tudom. Szóval, esetleg növénye volt valakinek? Oké. Okay. És mi lett volna velük, ha nem gondoskodtál volna róluk? Tehát az azt jelenti, hogy foglalkozni kellett velük? Gondozni kellett a növényt és állatot is, nem? Ki az, aki, mit tudom én, mondjuk az elmúlt fél évben legalább egyszer takarított? Ezt tegye fel a kezét. Oké. Okay. Ja. Na most mi lett volna, nem, vagy mi lenne, nem takarítanál rendszeresen otthon? Mi lenne akkor? Ki az, aki mondjuk egy héten belül fürdött? Oké. Okay. Na, mi lenne, ha nem fürödtél volna mondjuk hetek óta? Tehát magyarul nem gondoskodtál volna magadról ilyen téren. Tehát nem tudom, mennyire veszed észre, hogyha bármiről nem gondoskodunk. Nem tudom, kinek van autója? Autó? Oké. Okay. Szoktad vinni időnként szervizbe? Hm? Mondjuk olajcserére. Olajcsere? Oké. Okay. Na, gondold végig, hogy ha nem vinnéd olajcserére, mi lenne vele az autó? Autóval, érted? Jó, de járnál vele, ha nem járnál vele és nem vinnéd olajcserére, akkor az... De akkor is a kosz megenni az autót előbb-utóbb kívülről. Még ha zárt helyen van, akkor is. Tehát gondold végig, hogy minden tárgyat, élőlény, az gondozni kell, gondoskodni kell. Magunkról is, ugye az emberről is gondoskodni kell. Ki az, aki nevelt már gyereket? Gyerek? Oké. Okay. Kellett róla gondoskodni? És ha egy szülő kevesebbet gondoskodik a gyerekéről, milyen gyerek lesz az? Hát az olyan lesz, így van. Ha többet gondoskodunk róla, akkor egy valószínűleg jobb gyerek lesz, nem? És akkor emberek azt gondolják, hogy az élet arról szól, hogy mondjuk felnőttem, elkezdem a felnőtt létet, és hogy tudom én, létrehozok egy párt, létrehoz az ember egy párkapcsolatot. És akkor így beállítja az életét, az azt jelenti, hogy mit tudom én, van munkahelye, van párja, a párjának is van munkahelye, majd lesz gyerek, mondjuk, mit tudom én, gyereknevelés 20 év, csak most mondtam valamit. Ja, és akkor mondjuk megszületik a gyerek, és így beáll az életük, addig is beállt, ameddig nem volt gyerek, majd onnantól van egy változás, amikor van gyerek, majd ha a gyerek kikerül, akkor megint van egy változás, és gyakorlatilag mondhatjuk azt,
hogy egész életükben csináltak három változást felnőtt életükben. Vagy négyet maximum. De azért, mert a körülmények miatt változtattak, és utána leélik így az életüket, és akkor idősként azt mondják, hogy bárcsak ezt csináltam volna, bárcsak azt csináltam volna, bárcsak így éltem volna, bárcsak ez lett volna, bárcsak az lett volna. És így leélik az emberek az életüket, és ha jobban megnézed az embereket, akkor még azt is látod, hogy ahogy idősödnek, ugye egyre rosszabb és rosszabb hangulatba kerülnek, ráadásul még nem csak ahogy idősödnek, hanem sok ember így a érzelmileg hullámzik, ami azt jelenti, hogy éppen találkozol vele, akkor éppen jó kedve van, mit tudom, következő alkalommal találkozol vele, akkor éppen, na, neked meg mi bajod van, mert nagyon rossz hangulatban látlak. És akkor ezt látod, hogy az emberek így működnek, vagy rosszul látom. És akkor ugye mivel ezt látják az emberek, azt hiszik, hogy ez a normális. Tehát most gondold végig. Te nem egy növény vagy, nem egy állat vagy, hanem annál egy sokkal, sokkal, de sokkal nemesebb lény. Ha nem tartod nemesebb lénynek egy állatnál, vagy egy növénynél magadat, akkor én úgy hagylak, jó? És azt mondom, hogy megérdemled. Tehát ez egy sokkal, de sokkal nemesebb lény. Annak az a feladata, hogy, mit tudom én mondjuk, felnő, és akkor onnantól, tudom én mondjuk, egyen, igyon, elmenjen nyaralni, dolgozzon, legyen családja, felnevelje, majd gondoskodjon valamilyen szinten az unokáról, ha erre van módja, és akkor meghaljon. Hát ezt gondold végig, ezt egy állat is megcsinálja. Hát az állat felnő, létrehozza az odúját, vagy a fészkét, nem? Vannak nekik is kölykeik, nem? Felneveli, sőt, még többet is, mint az ember, nem? Többet nevel fel. Sőt, mit tudom, egy madár hányszor csinál fészket életében, nem? Még többször is, mint az ember. Jóval. És akkor az embernek az állat a minta. Ugye ezt nem gondoljátok komolyan? Hogy az állattól kell mintát vennünk. Hát azért, mert a legtöbb ember gyakorlatilag megnézed a lakosság 80%-át, ugyanúgy él. Reggel fel kell, elmegy munkába, van, aki nem reggel kell föl, hanem mit tudom én, délben, mert éjszakára megy dolgozni, vagy délutára megy munka. Ez most részletkérdés. De az az életük, hogy felkelnek, munka. Jön a igaz. Oké, ellátják magukat, mert a szükségletüket el kell látni. Totál, mint az állatok, ugyanaz az állat is ellátja a szükségleteit, nem? A reggel az állat is felkel, nem? Ő is elvégzi a dolgát, ugyanúgy, mint az ember. És gyakorlatilag este hazajön, lefekszik, és ez nap mint nap így van, várják a hétvégét, akkor fogják, aztán lemingeznek. Ugye mi a leming? Mikor megindul a leming egy állat, Amerikában élő állat, ami így csoportosan elindulnak egy irányba, és akkor egy elindul, és az összes követi. És akkor valahogy ilyen több millió leming megy egy irányba. Hát tisztára, mint az emberek hétvégén, hogy mennek lemingezni mondjuk az üdülőhelyek felé. Nem? És akkor hétvégén, ugye vasárnap este meg haza lemingeznek. Vagy rosszul látom? Vagy nem ezt csinálják az emberek? Hát ezt csinálják. Tehát mondom, emberként még annyi gyereket se nevelsz fel, mint egy állat. Pedig az állatnak jóval rövidebb az élete.
Oké. Tehát arról vesz az ember mintát, hogy mit csinálnak az állatok. Ha megnézed, az emberek legalább 80-90%-a az hasonlóan él, mint az állatok, érted? Hasonlóan. Nyilván a körülménye jobb, mint egy állatnak, nem erről van szó, érted? Az időbeosztása hasonló. Érted? Meg a munkabeosztása hasonló. Vagy rosszul látom? És akkor vannak az emberek egy része vándormadár, tudod? Mint a vándormadarak, hogy ősszel mennek, tavasszal jönnek. Az emberek is időnként vándorolnak, visszavándorolnak. Nem? Hát mint az állatokról vennénk mintákat. És ezt azért mondom, hogy nem bántani akarlak, hanem hogy azt szeretném, hogy gondolkozz. Valakinek hangját hallom a Skype-osok közül. Tehát gondolkozz, hogy miért kellene emberként egy sokkal, de sokkal intelligensebb lényként, aki sokkal, de sokkal értékesebb, mint egy állat, mint bármilyen állat, vagy bármilyen növény, miért kellene hasonlóan élned, mint az állatok, ahogy élnek. Tehát, ha megnézed, az állatok nagy része a világban szabadabb, mint az emberek jó része. Tehát az nem szabadság, hogy neked parancsolnak. Hát ha valakinek parancsolnak, azt úgy hívják, hogy szolga. Lehet, hogy te úgy veszed, hogy hát a munkahelyemen nem parancsolnak, csak kérnek. De próbáld nem végrehajtani. És akkor majd meglátod a következményét. Akkor az micsoda? Parancsolás. És akkor ezt szépen elhitették az emberekkel, hogy ez a modern élet. És ha megnézed, az emberek 80%-a legalább az így él itt a fogyasztói társadalmunkban. Így él. Tehát mondom, gondold végig. Hát az állatok nagy részének a bolygón sokkal szabadabb élete van, mint neked. Akkor lehet, hogy nem használod a képességeidet? Nem használod ezt, ami itt belül van? Vagy kellőképpen nem használod? Jó, én tudom, hogy ugye tudjuk, hogy az emberek körülbelül az agykapacitásuknak 3-4%-át használják egész életük során. Mármint az átlag emberek. Tehát ez nem azért van, hogy ne használjuk. Ez azért van, hogyha az ember találkozik egy lehetőséggel, akkor éljen vele. Érted? Gondold végig, a szüleid, jó, mindenki gondolja végig, most, nem majd, most, ez egy feladat. A szüleid, azok alkalmazottak voltak, mikor te gyerek voltál, mikor otthon neveltek téged. Alkalmazottak voltak, vagy vállalkozók. Ilyen a másik. Ha valaki vállalkozó volt a szülei, mondjuk a gyerekkorának hány százalékában volt vállalkozó? Oké? Na most, ha a te szüleid mondjuk alkalmazottak voltak, akkor a statisztika azt mutatja, hogy azoknak, akiknek alkalmazottak voltak a szülei, azoknak sokkal nagyobb százaléka a gyerek, az a gyerek, akinek alkalmazottak voltak a szülei, sokkal nagyobb százaléka alkalmazott. Az azt jelenti, hogy eltanulták a szülőktől a nem szabad életet.
Na most gondold végig, amikor a szüleim alkalmazottak voltak, az körülbelül 10 éves koromig, 9 vagy 10 éves koromig volt. Életükben egyszer voltak nyaralni. Tehát üdülni. Nem rokonlátogatáson, hát üdülni. Érted? Egyszer. Onnantól, hogy vállalkozók lettek, évente többször. Érted? Nem az első évtől nyilvánvaló. De akkor is már abban az évben legalább egyszer. Érted? Na most, jó, azt mondod, hogy hát most mehetnek az alkalmazottak is nyaralni. Mennek is. De a legtöbb alkalmazott, tudod, mi megy nyaralni? Mert kapja ezt az üdülési csekk támogatást, tudod, azt a szép kártya, vagy mi a manónak hívják. Azért. Ezt fognák, beszüntetnék egyik napról a másikra, megnézhetnéd, mert ilyen mennének nyaralni. Megüdülni. Oké? Szóval, gondold végig. Nem szabad életet kellene élni egy embernek. Tehát szolga, az a működő. Tehát nézd meg az emberek, akik alkalmazottként működnek, szolgaként működnek, alig várják, hogy nyugdíjasak legyenek. Mert majd akkor szabad leszek. Hát ez a normális élet, hogy mondjuk dolgozni kell azért 40 évet, hogy az ember szabadabb legyen. A nyugdíjasra meg tudod, mi a baj? Hogy a jövedelme kevesebb, és sokkal többet költ gyógyszerre. Ezáltal nincs több pénze, tehát nem tudja a szabadságát kellően kielégíteni. Tehát eleve a nyugdíj kevesebb, mint a fizetés, és egyre kevesebb a nyugdíj a fizetéshez képest, akik később mennek nyugdíjba. És ez azt jelenti, hogy hiába érzi magát szabadnak, nem tudja kihasználni a szabadságot. Mert mit jelent a szabadság? Oda mész, ahova akarsz? Nem, nincs az, hogy azt csinálsz, amit akarsz, nincs. Senki nem csinálhat azt, amit akar. Tehát oda mész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz. Azzal, akivel akarsz, és tudod, mi a legfontosabb feltétel? Hogy addig maradsz, ameddig akarsz. Érted? Ez a szabadság. Hol teheti ezt meg egy alkalmazott? Soha. Hol teheti meg ezt egy kényszervállalkozó? Soha. Soha. Tehát egy kényszervállalkozó megteszi, akkor megszűnik a vállalkozása. Érted? Tehát az embernek az a feladata ebben az életben, hogy szolga legyen? Hát gondold végig, ma fel van osztva a világ. Lehet, hogy azt fogod mondani, egy összeesküvés elmélet, nagy tévedésben élsz, méghozzá az ultra gazdag családok között. Ez 13 család. Oké. Mi a Rothschildokhoz tartozunk. USA a Rockefellerekhez tartoznak. Ami azt jelenti, hogy ha te dolgozol, és adót fizetsz, akkor minden egyes forint után, vagy euró után, vagy dollár után, tök mindegy, fizetsz. Érted? Ezeknek a családoknak. Világos ez? Tehát ők minden egyes kereseted után kapnak bevételt. Ez nem maffia, ezt így alakították ki, ezt a rendszert.
Na most. De gondold végig, azért ultragazdagok, mert úgy alakították ki, hogy sok pénz folyjon így be neki. Érted? Ha mondjuk te szabad vállalkozó lennél, tehát szabad vállalkozó, nem kényszer vállalkozó, a szabad vállalkozó az azt jelenti, hogy a bevételeit és a kiadásait ő határozza meg. Oké? Ezáltal a bevétele és a kiadásai olyan arányban vannak, hogy minél kevesebb adót fizessen. A parlamentben az összes parlamenti képviselő így működik, csak hogy tudjátok, jó? Nem csak nálunk, hanem az egész EU-ban. Oké? Na most, ez azt jelenti, hogy ők jóval kevesebbet adoznak összességében, tehát úgy összességében, hogy arányaiban, bocsánat, nem összességében, arányaiban, jóval kevesebbet adóz, összességében nem biztos, arányaiban jóval kevesebbet adóznak, mint a dolgozók, az alkalmazott dolgozók, meg a kényszervállalkozók. Jóval kevesebbet adóznak. Az azt jelenti, hogy jóval kevesebbel járulnak hozzá ezeknek a családoknak, ennek a 13 családnak a gazdagodásához. Oké? Ők másféleképpen járulnak hozzá, ők úgy járulnak hozzá, hogy azt csinálják, amit mondanak nekik. Oké? Mert ha nem azt csinálják, amit mondanak nekik, akkor esetleg a következő választásokkor nem fognak bekerülni a parlamentbe. Szóval lényeg az, te ezt nézheted összeesküvés elméletnek, csak ez a tény. Jó? Mit gondolsz, miért próbálják azt egyre több országban elérni, hogy úgy legyen, mint a régebbi demokráciákban, hogy van kettő párt. Nézd meg az USA-ban mióta, nagyon régóta két párt van, Angliában, stb. Két párt. Érted? Nincs több. Kettő párt. Lehet, hogy vannak, mert lehet létrehozni kis pártakat, csak ahogy jönnek, azok el is tűnnek. Oké? És tudod, miért van két párt? Tehát a mostani demokráciák szídják az előző rendszert, hogy egy pártrendszer volt. Szídják Kínát, hogy egy pártrendszer volt. Hú, az aztán baromi sok, hogy két pártrendszer. Az igen. Óriási különbség, hogy két pártrendszer. Megnézed, Magyarországon is van egy törekvés arra, hogy legyen két nagy párt, aztán slussz. Oké? És az összes kicsi, az tönkre lett verve. Tudod miért? Mert ezeknek a 13 család, amelyikhez tartoznak a különböző régiók a világban, nekik tök mindegy, hogy melyik párt kerül hatalomra. Mert mindet ők szponzorálják. Mind a kettőt. Ha 10 párt lenne, akkor 10 pártot már nem tudnának támogatni. Nem tudom, világos-e. Ezért próbálják mindenhol elérni, hogy legyen két párt. Azt tök jó lehet támogatni. Ezt is, azt is. Tök mindegy, melyik kerül hatalomra. Mind a kettő az ő kutyájuknak a kölyke. Oké. Tehát gondold végig, hogy
Milyen, még egyszer mondom, hogy éltek a szüleid? Mit hallottál a szüleidtől? Például, hallottál olyanokat, mikor mondjuk mentetek egy úton, hogy gyerek voltál, mentél a szüleiddel. Na, az a hülye gazdagok, vagy valami hasonló. Például anyám szomszédja olyan volt, hogy szembe velünk költözött egy jó módú házaspár. Oda költözött, ilyen 200-valahány négyzetméteres. Hát sorházban, de volt udvar, stb. 200-valahány méteres, négyzetméteres az ő részük annyiban. A szomszéd az állandóan szapulta háttérben őket. Érted? Nem szemből, nyilván. Rejtetten, így van. Tehát ami azt jelenti, hogy anyámnak szapulta, meg mindenkinek ott a környéken. Érted? Akkor tőlünk két házzal lakott a polgármester. És természetesen azt is. Mindenki, aki náluknál jobb módú volt, lényegesen, az mindenki szapulva volt. Érted? Mindenki szídva volt. Rengeteg ilyen ember voltam egyébként, illetve van is most is. És most gondolt, végig fölnő valaki egy ilyen családba. Akar ő átlag fölött élni? Kíváncsiuk van. Szeretne, de nem tesz érte semmit. Tudod miért nem? Azért nem tesz érte semmit, mert ilyeneket hallott gyerekkorában. Hát most gondold végig, mit műveltek mondjuk a második világháború után a jobb módúakkal. Akár a gazdagokkal. A lakosság. Mit művelt? Kifosztotta őket. Érted? Totál. Tehát Magyarországon bazisok kastély volt. Azoknak a jó részét úgy kifosztották, hogy volt, amelyik földdel egy szintbe került, mert minden téglát elhordtak, érted? Tehát rengeteg-rengeteg kastély kúria volt, ami gyakorlatilag most vagy rom, vagy már az sem, és csak egy része maradt meg, amiben, mit tudom, éppen beraktak akkor mondjuk egy iskolát, vagy egy valami neveldét, vagy akármit, érted? És akkor emiatt nem ment tönkre, mert használták. Egy kórházat csináltak belőle, vagy valami hasonló. Igen. Ezt csak azért mondom, hogy az emberekben akkor is benne volt ilyen, érted? Az emberekben azóta is benne van ilyen az átlag emberekben, hogy akik náluknál jobb módúak, azok gengszterek. Persze, ebben van igazság. Némi nemű. Mert van köztük sok olyan. De nem mindaz. Hát most gondold végig, Széchenyi gengszter volt. Csak mondtam egy igen gazdag embert a múltból. Jó, tehát miért nem akarsz egy sokkal jobb életet? Miért nem? Miért olyan életet akarsz élni, amit a többi? Miért az a megoldása az életednek, hogy ellenséges vagy? Ezzel, azzal, amazzal, nyilván aki jobb módú, mint te vagy. Miért? Miért ez a normális működés? Miért? Hát most gondold végig, azért tudnak gazdagodni ez a 13-a család,
Mert a világ nagy része őket szolgálja. Érted? Tehát elérték azt, hogy őket szolgálja. De az, hogy az emberek őket szolgálják, az azt jelenti, hogy lehetőleg semmit ne használják ezt itt belül, mert netántán használnák, akkor még kitalálnának olyan dolgot, hogy hogyan boldoguljanak az életben. Önállóan. Anélkül, hogy megmondják nekik, hogy mit csináljanak. Mert nehogy azt mondd, hogy a munkahelyen nem mondják meg neked, hogy te mit csinálj. Simán megmondják. Tehát miért? Tehát egy szuper intelligens lényként miért ilyen élet, miért szolga életet akarsz élni? Tehát miért nem használod ki az eléd táruló lehetőséget? Hadd mondjak erre egy példát. Csináltak egy ilyen felmérést idős emberek között, akiknek már nem sok volt hátra. Az életből természetesen. Hogy megkérdezték, hogy ha újra élné az életét, mit csinálna másként? Persze az emberek mindent mondtak. Ezt, azt, amat. És akkor összegyűjtötték azt, hogy mit mondtak. És akkor megnézték, hogy melyiket mondták a legtöbben. És tudod, mit mondtak a legtöbben? Hogyha újra élném az életemet, jobban kihasználnám az elém táruló lehetőségeket. Ennyi. Ezt mondták a legtöbben, érted? Miért nem használod ki az elém táruló lehetőségeket? Ha kihasználtad volna már életedben az eléd táruló lehetőséget, tehát egy olyan típus lennél, aki kihasználja az eléd táruló lehetőséget, akkor te szabad vállalkozó lennél. Érted? Szabad vállalkozó. A szabad vállalkozó az azt jelenti, hogy oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, akivel, ameddig akar. Világos ez? Tehát saját maga dönti el ezeket a dolgokat, hogy meddig marad. Nem azért, mert rákényszerül, hogy maradjon. Vagy ne maradjon. Érted? Satöbbi, satöbbi. Na most, mennyi szabad vállalkozást ismersz? Ugye a világban. Mennyi szabad vállalkozás került eléd életed során? Tehát nyilván, gondold végig, hogy az ember oda menjen, ahol akar, kell hozzá elég pénz, nem? Hogy azzal menjen, akivel akar, az nem biztos, hogy kell ahhoz elég pénz, mert hát tud menni vele az, akit szeret. Oké? De, hogy ugye oda megy, ahol akar, azzal, akivel akar, akkor, amikor akar, oké? Tehát akkor, amikor akar, ahhoz is kell egy pénz, mert hát rendelkezni kell akkor annyi összeggel, nem? És addig maradjon, ameddig akar, ahhoz is kell elég pénz, nem? Na most bevezetem a coach képzésünket, jó? Egy mondattal. Ugye én régóta coachingolok. A coaching azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Ezeken a területeken szoktam coachingolni. Megmutatom, hoppá, bocsánat. A 10 életterület, jó? Én mind a 10 életterületen tudok coachingolni. Nem találsz még egy olyan coachot a bolygón, aki
mind a 10 életterületen tud coachingolni embereket. Jó? Nincs több a bolygón. Én vagyok az egyetlen. Oké? Na most, itt van ez a 10 életterület. És most ezzel foglalkozunk a második részben, párkapcsolati coachképzésünk van. Tehát a coaching azt jelenti, hogy kihozni még egyszer, kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Ezt jelenti. Tehát én minden életterületen már coachingoltam, párkapcsolatokat is nagyon szép számba. És itt a bevezető a párkapcsolathoz, jó? Ami azt jelenti, hogy folytatás következik ugye a párkapcsolat coachképzésnek a szünet után. A párkapcsolatnak alapvetően két megrontója van. Oké? A pénz hiánya, vagy a szex. Oké? Ugyanis akkor jó a szex? Nem. Akkor jó a szex, ha szeretik egymást. Világos ez? Ha szeretik egymást. Tehát, ha szeretik egymást. És annál jobb a szex, minél jobban szeretik egymást. Világos ez? Na most, ha ez hiányzik, akkor a szeretet hiánya mindent megront. Világos ez? Nézzük a másikat, a pénzhiányt. Az én szüleim két dolgon veszekedtek. Azzal nem arról nem beszélhetek, hogy nem szerették egymást. Nagyon szerették egymást, de tényleg végig. Tehát azzal gond nem volt. Ezáltal a szex az nem volt probléma. De addig két dolgon veszekedtek, ameddig a vállalkozásból nem kerestek annyit. Ez a pénz volt az egyik, a másik meg én. Rajtam veszekedtek. Igen. Onnantól, amikor ők vállalkozók lettek, és én ugye később, sokkal később elköltöztem otthonról, családot alapítottam, onnantól kezdve nem volt veszekedési témájuk. Na, erre van gombot. Volt elég pénzük, és rajtam meg nem tudtak veszekedni. Tehát miattam nem tudtak veszekedni. Világos ez? És csak egy példa. És bármilyen párkapcsolati problémát néztem életemben, visszavezethető vagy az egyikre, vagy a másikra. Vagy mindkettőre. Így van. Vagy mindkettőre. Na most, de ugye mondom még egyszer, a szeretet, vagy a szex az nem működik szeretet nélkül jól. Mert akkor mindegy, ha egy idegenben szexel az ember, nem? Szeretet nélkül. Az jó pénzért, persze. De nehogy azt hitt, hogy a párod az nem kerül neked pénzbe. Szóval lényeg az... Szóval gondold végig, hogy ugye van két dolog tehát. A szeretet és a pénz. Ezekkel a területekkel rendben vagy. Teljesen. Nézd meg, ha megnézzük, a szeretet melyikhez kapcsolódik, jó? Kapcsolódik önmagadhoz, de várjunk meg, álljunk már egy kicsit. Önmagad, tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy régen ezt úgy hívták, hogy önimádó. Most úgy hívják, hogy narcisztikus. Tehát gyakorlatilag ugyanazt jelenti a kettő, a narcisztikus meg az önimádó.
Csak régen nem narcisztikusnak hívták. Tehát, ha utána jársz például annak, hogy narcisztikus, akkor rájössz arra, hogy van a egészséges narcisztikus, meg van a kóros narcisztikus, érted? Tehát a túlzott, így van. Na, tehát itt van a szeretet kérdése. Ha önmagaddal kapcsolatban, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal kapcsolatban a szeretetet nem ismered kellőképpen, nem gyakorlod, hogy akarsz ezeken a területeken boldogulni? És mennyi szeretetet kaptál gyerekkorodban? Mennyi szeretetet láttál a szüleid, hogy mennyire szerették egymást? Hogy láttad ezt a kérdést? Hogy láttad? Mert az meghatározó abban, hogy most a szeretetet hogyan tudod működtetni. Nem kellene ezen a téren fejlődni, hogy ezeken a területeken boldogulj? És akkor még mehetünk tovább is, mert például az Isteneddel, hatóságokkal ugyanúgy kell a szeretetet gyakorolni. Nyilván a hatóságokkal az azt jelenti, hogy meg kell nekik adni azt, ami nekik jár. És azoknak az embereknek is meg kell adni azt a tiszteletet, ami nekik jár. És ugye nézzük meg a környezetünkkel. Ha a környezetünket szeretjük, akkor jobban állunk ehhez a kérdéshez. A környezetünkhöz, érted? Tehát minél kevesebb szeretet van az emberekben, a környezetük annál elhanyagoltabb. Oké? Okay? És mondjuk itt van még két dolog, a munka meg a pénz, ez összefügg. Tehát akármennyire le van járatva az a szó, hogy munka, abból van a pénz. Most, hogy az fizikai munka, vagy szellemi munka, vagy ennek a keveréke, ez ebből a szempontból részletkérdés. De munka a szellemi munka is. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, ha te olyan munkát szeretnél végezni, amit szeretettel tudsz csinálni, tehát szeretsz, és elég pénzt szeretnél, oké, kapni azért, vagy hozzájutni ahhoz, elég pénzt szeretnél hozzájutni. Ott is benne van a szeretnél. Akkor lehet azt csinálni, mint alkalmazottként csinálod, hogy nincs elég pénzed, nem igazán szereted a munkádat. Tehát ez a kettő ritkán jön össze, hogy valakinek van elég pénz, alkalmazottként ritkán jön össze, hogy van elég pénze, és kap elég szeretetet. Oké? Okay? A munkájában. Tehát ugye szereti a munkáját. Ez ritka, hogy pénz is elég, és szereti is a munkáját. Na most, nézzük tovább. Ahhoz, hogy ez rendben legyen, az alkalmazottoknál tudod, miért nincs rendben? Mert nem az a dolguk, hogy a munkájukban a szeretetet működtessék. Nem ez a dolguk. Nem ez a dolguk. És ezáltal, mivel nem kell működtetniük a szeretetet, nem működtetik a szeretetet, nincs elég pénzük. Ez így működik. Mert ha valakinek
szeretettel adsz olyan dolgot, amire neki szüksége van, akkor ő, ha ő tisztességes ember, akkor fog neked cserét adni. És az a csere manapság úgy hívják, hogy pénz. Oké? És az alkalmazotti létben, illetve a kényszervállalkozói létben ez bizony nem így működik. Tehát nem tudsz alkalmazottként olyat nyújtani, vagy kényszervállalkozóként, hogy szeretettel nyújtsad, és szükségük legyen az embereknek. Ezt a szabad vállalkozásban tudod nyújtani. És ha az embernek van szabad vállalkozása, akkor azt úgy kell kialakítani, hogy ez működjön, a szeretettel olyat nyújtani másoknak, amire az embereknek szükségük van. És ha ezt tudod így nyújtani, akkor lesz elég pénzed. Ez ennyi. Na most, de olyat nyújtani, amire szükségük van. Akkor nézzük meg. Ugye az, hogy szükségük legyen az embereknek dolgokra, tudni kell, hogy mire van szükségük. Tehát az embereknek szükségük van levegőre, nem? Vízre, ezt ugye be is tudják szerezni. Élelmiszerre, ezt is be tudják innen, onnan, amonnan szerezni, nem? Ruhára, azt is be tudják innen, onnan, amonnan szerezni, nem? Rengeteg élelmiszerbolt van. Rengeteg ruhaüzlet van, rengeteg, érted? Az embernek szüksége van fedélre a feje fölött, ezt, hogy ki hogy oldja meg, hogy övé, vagy bérli, vagy lakás, vagy családi ház, ez most ebből a szempontból részletkérdés. Ugye azt az emberek valahogy megoldják. Van, akinek nagyobb igénye van ebben a kapcsolatban, van, akinek kisebb, de valamennyi idő után általában megoldják az emberek. Nyilván ezek olyan szükségletek, ami van. Na most van még egy dolog. Tehát vajon az embernek nem létszükséglete lenne a boldogulás? Tehát nem. Tehát az a természetes, hogy szenvedjünk, ameddig élünk, ilyen arca. Érted? Ez kell. Érted? Ez. A boldogulás nem létszükséglet véletlenül. Nem tudom neked, milyen volt a gyerekkorod. Ha szuper jó volt, örülök neki. Érted? Nekem mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt. Érted? Tehát melyik szerinted a jobb gyerekkor? Amikor az ember jól érzi magát egész gyerekkorban, vagy az, hogy már gyerekkorban se boldog? Érted? Tehát így visszatekintve a gyerekkorra. Hát basszus kulcs, nem csak a gyerekkorra fogsz visszatekinteni, hanem a felnőtt korodra is. Érted? Ha egy kicsit már, mit tudom én, pár tíz éve már felnőtt vagy, akkor már arra is vissza tudsz tekinteni. És rá tudsz tekinteni, hogy milyen volt. Én hála Istennek a felnőtt koromat úgy éltem meg, hogy soha nem volt olyan, hogy azt mondtam volna, hogy szeretnék még olyan korú lenni. Érted? Soha. Tehát, hogy milyen jó volt akkor. Soha. Érted? De tudod miért? Mert én
91-ben kezdtem el szabad vállalkozóvá válni. Érted? 91-ben. És mindent annak köszönhetünk. Mindent, szó szerint a család. És azóta nem egy lehetőséget kellett kihasználnom, ami elém került, mint szabad vállalkozás. A kellett, az nem volt számomra nyűg, nehogy azt itt. Szóval, miért az az élet a minta számodra, amit a nem szabadok élnek? Miért? Miért nem akarsz boldogulni, könnyen boldogulni az életedben? Tehát most gondold végig, minden ember szeretne boldogulni, csak a bolond nem. Nem? Hát csak egy kérdés van, hogy vajon mennyit tesz érte az ember, hogy boldoguljon? Ez a kérdés. Tehát most itt van ez a 10 életterület, gondold végig, hogyha ezeken a 10 életterületeken az emberek boldogulnának, akkor ez egy jó bolygó lenne. Érted? Akkor az azt jelenteni, hogy nem egy ilyen világunk lenne, mint most van. Érted? Meg ami felé haladunk. Hanem egy olyan világ, ahol az emberek tök jól érzik magukat. Érted? És nem mindig a hibákat keresik. Azzal foglalkozunk, hogy az emberek tegyenek azért, hogy boldoguljanak az életükben, és ez tudás nélkül nem működik. Tehát most gondold végig, ha képes vagyok arra, hogy bármelyik területen a 10-ből, ami páratlan a bolygón, még egyszer mondom, coachingoljak valakit, bárkit, bármelyik területen, akkor lehet, hogy van a birtokomban elég sok tudás. Ma megnézed, gyakorlatilag a bolygón senki nem tart annyi képzést, mint én. Oké? Ami azt jelenti, hogy mást, és mást, és mást, és mást. A legtöbb ember, aki tart annyi képzést, mint én, ugyanazt tartja. Na nézd meg egy egyetemi tanárt például. Ugyanazt tartja, vagy egy tanárt bármilyen iskolában. Ugyanazokat tartja rendszeresen. Legalább évente. Csináltunk, nálunk a képzések úgy mennek, hogy körforgásba. A körforgás azt jelenti, hogy vannak a nagy témáink, és akkor ismétlik egymást, vagy ismétlik egymás után, tehát nem ismétlik egymást, hanem jönnek egymás után, és akkor egy idő után újból kezdődik, nem tudom világosan. A legrövidebb intervallum az azt hiszem másfél év volt. Utána 2 év, tehát 14 évvel ezelőtt indultunk. Másfél év, 2 év, 3 év. És most az Isten tudja. Ez a negyedik ciklus. És most már több mint 6 évnél járunk. Érted? Ami azt jelenti, hogy egyre több tudást tudok átadni abból a 25 területből, ami körbeforog. De eleve nem is 25 területtel indultunk, csak úgy mondom. Mert közel nem volt 25 terület. Tehát, de miért mondom ezt?
Mert gondold végig, logikusan próbálj meg gondolkodni. Hogy ahhoz, hogy az ember ezeken a területeken boldoguljon, két nagyon fontos dologra van szükségre. Tudásra és támogatásra. Érted? Ezt így kompletten, hogy te minden területtel tudjál bánni az életedben, sehol máshol nem kapod meg. Megkaphatnád úgy, hogy egyik szervezetnél az egyiket, másiknál a másikat, a harmadiknál a harmadikat, és a gatyádat oda költenéd. Tandíjra. De támogatást nem kapnál. Ugye miért kell támogatás, mikor elakadsz, akkor kapjál segítséget, hogy tovább lendülj. A támogatás akkor tud létrejönni, hogyha van egy közösség. Közösség akkor tud létrejönni, hogyha annak a közösségnek van egy szervezeti rendje és felépítése. Világos ez? Tehát szervezeti rendje és felépítése. Tehát az nem közösség, aminek nincs szervezeti rendje és szervezeti felépítése. Az nem közösség. Nekünk van szervezeti rendünk is, meg közösségünk is. Akkor beszélhetünk közösségről, ha rendszeresen összejárnak az emberek. Ugyanabban az időpontokban. Nem össze-vissza, ugyanabban az időpontokban. Akkor beszélhetünk közösségről, hogyha nem átjáróház, hanem kicsi a fluktuáció. Nálunk átlagosan a fluktuáció 5% alatt van. Semmilyen szervezetben nem találsz ilyen kis fluktuációt. Még a munkahelyeden sem. Oké? Tehát miért mondom ezt? Mert ez egy olyan szervezet, ahol hozzájuthatsz ahhoz a tudáshoz, ami ahhoz kell, hogy az életedben boldogulj. És úgy, csak úgy hozzáfűzném, hogy nem véletlenül vagy itt. Tehát mi azzal foglalkozunk, abból keresünk pénzt, hogy az embereket hozzásegítjük a tudáshoz. Ezt a tudást én adom át. Oké? Tehát mondhatjuk azt, hogy én vagyok a termék, a szolgáltatás. Mert én nyújtom a tudást. Nem, mit tudom én, 100 ember tartja azt a mit tudom én hány száz vagy ezer órát, érted, amit tartunk, hanem én egyedül. Ezáltal olyannal se fogsz találkozni, hogy az egyik tanár ezt mondja, a másik meg azt. Hogy az egyik ember ezt mondja, a másik meg azt. Tehát a tudás az megtalált téged. És ez nem véletlen. Tehát, hogyha te nyitott vagy a tudásra, az a nem véletlen. És az, hogy megtalált, az sem véletlen. És gondold végig, lehet, hogy ezt nem hiszed el, és túlságosan spirituálisnak fog tűnni. Amit te gondolsz, amit te teszel, arról információkkal rendelkeznek, illetve egy bizonyos lény rendelkezik információval. Ugye? Ezt úgy hívják, hogy a lelked az egy energialény. Tudtad? Hogy a lelked az egy halhatatlan energialény. Méghozzá egy szuper intelligens energialény. A testednél
sokszorosan intelligensebb. Oké? Na most akkor nézzük tovább. A lelked kapcsolatban áll a teremtőddel. És ezáltal minden, amit gondolsz, cselekszel, azt a teremtőd tudja. És ő elképzelte azt, hogy ide irányít. Megszervezték azt, hogy találkozz velünk. Szerinted ez véletlen? Az életben semmi nem véletlen egyébként. Semmi nem véletlen, amit megéltél az életedben. Semmi. Mindent okkal éltél meg. És ha bárki találkozik az én előadásommal, az sem véletlen. Annak úgy kellett lennie. És azt megszervezték. De te, mint ember, szabad akarattal rendelkezel. És te nyugodtan mondhatod, hogy kit érdekel a Szedlacsik Miklós előadása. Meg szervezete. Meg tudásátadása. Kit érdekel. Nyugodtan mondhatod. Szabad akarat van. Csak tudod, én azért nem ellenkeznék a saját teremtőmmel. Én nem. Nem is szoktam. Oké? De te azt csinálsz, amit akarsz. Nekem mindegy. Miért? Gondold végig, ennek a szervezetnek van egy küldetése. Az a küldetése, hogy egy sokkal jobb világot kell létrehozni. És ebben mi vagyunk az útmutatók, az iránymutatók. És ez azt jelenti, hogy ha tesszük a dolgunkat, akkor lesz egy jobb világ. Ha nem, nem lesz. Nem lesz jobb világ. Ami azt jelenti, hogy megyünk a saját szakadékunk felé, mint emberiség. Szó szerint. Ezt lehet, hogy elég jól látod. Tehát az emberek, mondhatjuk úgy, hogy minimum a teljes rabszolgasors felé haladnak. Ez a minimum. Most akkor gondold végig, hogy milyen világot akarnál? Tehát mi azzal vagyunk megbízva, szó szerint, a teremtőnk által, hogy tegyük a dolgunkat, és minél több ember tudáshoz, eltitkolt tudásokhoz juttassunk. Tehát én tudom közvetíteni az eltitkolt tudásokat. Most gondold végig, azért olyan képességeim vannak, hogy benned felmerül egy kérdés, vagy az emberekben, akik hallgatnak, felmerül egy kérdés, amire nem tudják a választ, mondjuk az élet és az ember működésével, és nekem nem mondják el, és elmondom a választ. Érted? Mondjuk előadás közben. Úgyhogy lehet, hogy ez nem is tartozik a témához, és mégis. Tehát lehet, hogy nem vagyok átlag ember. És ez nem nagy képűség, ezek tények. Oké? Tehát olyan dolog, ami az élet és az emberismerettel kapcsolatos, mondjuk tételezzük fel, mondjuk még nem hallottam róla. És mondasz nekem arról 5 mondatot, és mondjuk 3 percen belül kiegészítem mondjuk 50-nel. 50 mondattal. Érted? Tehát ami az élet és az ember működésével kapcsolatos. Na most gondold végig, hogyha rendelkezem ilyen képességekkel, lehet, hogy tudok neked tudást adni.
De mondom, keres még egy olyan embert a bolygón, aki ezen a 10 területen tud coachingolni, nem fogsz találni. Tehát semennyi pénzért nem fogsz találni. És akkor gondold végig, van egy olyan rendszerünk, ami ki van alakítva, hogy bárki megfizethető áron tanuljon. Most gondold végig, óránként mondjuk 430 forintért tanulni, hol lehet? Hát a gyerekedet, aki mondjuk elsős, nem korepetálnak ennyiért óránként. Még egy másik gyerek se. Nem vagy egy felnőtt. Jó, ettől eltér az első hónap, az 660 forintra jön ki óránként. Egyébként 30 óra képzésünk van egy hónapban. És rendszeresen szerdán és vasárnap vannak a képzések. Minden szerdán, minden vasárnap. Ettől most eltért, ugye, az ünnepek, mert át kellett rakni szombatra a vasárnapot. Ugye, mert pont a szilveszter meg a karácsony esett bele. És hogy az ne essen bele. De egyébként egész évben folyamatosan, szerdán és vasárnap vannak a képzések. Tehát van egy olyan közösségünk, ahol jól érezhetnéd magad, és ez az eleje az egésznek, érted? De az ember elkezdje magát jól érezni. Tehát legyen egy olyan hely, ahol szívesen fogadják. Érted? Ahol például, ugye mi úgy üdvözöljük mindig egymást, hogy megöleljük egymást. Ami ugye nem mindenhol működik. Nem mindenhol. Tehát akár vadidegen emberek is erre képesek egymással szemben. Akik akkor találkoztak először. Érted? Tehát nem kellene működtetni a, megtanulni és működtetni a szeretetet jobban az életedben. Nem kellene. Nem kellene több pénzt keresni. Gondold végig, ugye nekünk miből van a bevétel? A tandíjakból. És a tandíjak 76%-a van jelenleg kifizetve jutalékban. A tanulóknak, akik hoznak tanulókat. 76%-a. Érted? Ez nem azt jelenti, hogy hoz valaki és kap 76% jutalékot a tandíjból, nem. Ennyi van felosztva. Azoknak, akik részt vettek, igen, részt vettek annak az illetőnek a szervezésében közvetlen vagy közvetett forrásból. Részt vettek. Tehát eleve megnézed, hol találsz még olyan szervezetet, ahol a bevételének a 76%-át kifizeti a közreműködőknek? És ez valami 40-valahány százalékról indult a múltban, 14 évvel ezelőtt. Oké? Tehát ha úgy látod, hogy de van egy értelmes hely, ahol lehetne fejlődni, akkor várunk szeretettel. Jó, ha úgy látod, hogy még esetleg kellene egy kicsit több információ, akkor a szünet után beletekinthetsz a képzésbe, ha újként olyan emberrel nézted az első részt, aki már tanuló. Hát ha úgy láttad, hogy nem érdekel ez a dolog, nem kell ezt az emberiséget megmenteni,
nem kell ezt a bolygót megmenteni, mert ez működni fog. Hát akkor azt csinálsz, amit akarsz. Akkor is szeretünk, de akkor elköszönünk tőled. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, és 30 perc szünet után folytatjuk a párkapcsolati coach képzésünket. Szeretlek benneteket, sziasztok!